A házi orvosi praxisokra egyre több teher és felelősség is hárul. A szokásos napi betegellátás mellett a családorvos az első szűrő, ahol kiderülhetnek rejtett betegségek, illetve közvetlenül a házi orvosával tartja mindenki a kapcsolatot. Az alapellátás megerősítése ezért is fontos az egészségügyi ellátóhálózaton belül. A praxisok idén és jövőre is 130-130 ezer forintos plusz támogatást kapnak. A töbletet később dönthetik el, hogy mire fordítják, mondta el tegnapi 35 perc című műsorunkban dr. Kis Csaba házi orvos. Valahol inkább arra van szükség, hogy a, hogy a praxist fejlesz-e, illetve hogy, hogy a praxisnak a fenntarthatósága javuljon ezzel. Máshol pedig arra van szükség, ahol mondjuk éveken, évtizedek óta esetleg nem volt már béremelés, hogy ezt erre tudják fordítani. Ja, ez mindenképpen egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy ilyen uh, támogatás jut most a, az alapellátásra, mert, uh, mert hát ahogy látjuk, uh, egyre nehezebb uh, új kollégákat toborozni a, a háziorvosi rendszerbe. Nagyon-nagyon sok az üres praxis, és hosszú távon így nem lesz fenntartható a dolog. Az alapellátásban van bérlemaradás, tette hozzá, mert tavaly ágazati béremelés volt, amiből elsősorban a szakorvosok részesülhettek. Nagyobb probléma az, hogy közel 300 üres házi orvosi praxis van, a családorvosi szakma pedig a fiatal orvosok körében kevésbé népszerű. Ezen az ábrán is látható, hogy csökken a praktizáló orvosok száma, de nagyobb gond az, hogy előregednek a szakmabeliek, a magyar házi orvosok majdnem fele 60 év felett. A háziorvosi ellátás fejlesztésére praxis közösségeket hoznának létre, a több mint 13 milliárd forintos uniós keretre pályázhatnak a háziorvosok. A praxis közösségben dietetikus és gyógytornász is dolgozna, így több szolgáltatás egy helyen igénybe vehető lenne.